évvégi búcsúztató és egyben születésnapi koncertet adott Pécsett a Kuba Libre zenekar. Az idén 13 éves fennállását ünneplő együttes régi és új dalokkal is készült a fellépésre. Hoztunk egy csomó olyan dalt, amit szoktunk játszani, amit tudjuk, hogy szeretnek. A közönségünk is, meg mi is, meg talán elmondhatom, hogy egy új dallal is próbálkozunk most, amelyet nemrég írtunk, de erre majd a többiek beszélnek. Most már észrevettük, hogy egy ideje nagyjából ismételjük a repertoárunkat, úgyhogy elkezdtünk így új dalokat írni, és egyet ma meg is mutatunk, így még év végére, karácsonyi ajándéknak. Egy kis aktív gyakorlással készültem most, amit nem szoktam, de olyan régen volt koncertünk, mert muszáj volt egy kicsit gyakorolni, különösen az új számot, ami mondanom se kell, hogy a Pálinka című számunk után a következő slágergyanús dalunknak tűnik, úgyhogy érdemes meghallgatni. Én is gyakoroltam, lementem a próbaterembe kivételesen, és gitározgattam, nagyon jó volt, tudtam fejlődni. A járványos időszak a Kuba Libre tagjainak is nehéz volt. Ez nagyon szomorú volt számunkra, mert hogy mivel egy hobbi zenekar vagyunk, a munkánk mellett általában este tudtunk próbálni, és pont akkor jött a kijárási tilalom, amikor mi mentünk volna zenélni, és emiatt tényleg több hónapra leállt a próba. És hát nekem személy szerint a zene az életem értelme, és akkor így elég rossz volt, hogy ez így kimaradt itt több hónapra. Ha ezt az időszakot nézzük, és nem csak a zenei részt, akkor például a zenekar hegedűse ugye megnősült, akkor te még, mikor volt? 20 éves? Tehát ebben az időszakban ketten is megnősültek, aztán volt, aki házat vásárolt, volt, akinek új munkahelye volt, úgyhogy elég sűrű volt szerintem ez a két év számunkra, hogyha nem csak a zenei dolgokat nézzük. Teljesen leálltunk, vagy hát amennyire kellett, annyira leálltunk néhány hónapra, a próbálással is, meg a zenéléssel is, és én nem emlékszem új tapasztalatra. Nem szereztem új tapasztalatot. Korábban megszokott ilyen heti egy-két próbánk, ami volt, az most így kiesett tényleg egy-két hónapra, de utána, amikor már lehetett, mit tudom én, úgy a járványhelyzet, hogy le tudunk menni, akkor én azt éreztem, hogy a lendületünk az megmaradt, és szerintem egyébként egy egész sikeres fesztivál szezon tudhatunk magunk mögött, ami nagyon frankó volt visszamenni az emberek közé és újra zenélni. Hát várjuk a következő évet. Még több lehetőséggel, ha egy mód van rá. Az, hogy így jegeltük a próbálást, és utána, hogy elkezdtük csinálni, meg szépen lassan elkezdtünk visszajárni a próbára, először csak néhányan, akkor inkább régi dalokat vettünk elő, meg régi dolgokkal kísérleteztünk, ami egy picit jó volt, mert hogy így éreztük is, hogy így nekünk is így vissza kell lendülni az együtt zenélésbe, meg alapból a zenélésbe. Utána megjött tényleg ez a fesztivál időszak, amire gyorsan össze kellett szednünk magunkat, az amúgy már sokat játszott dalainkat, és azért többször el kellett próbálni, hogy minden stabil legyen. Úgyhogy tényleg most van ez az időszak, hogy megint volt egy ilyen kreatív őszünk, ahol egy picit tudtunk most már előre felé nézni, úgyhogy tényleg nagyjából egy évre így jegelődött mondjuk a kreativitásunknak a kifejezés. Az elején volt egy ilyen időszak, amikor tényleg nem volt semmi kontaktunk, kb. Hát páron találkozgattunk egymásnál, körülbelül ennyi volt a téma, meg néha online találkoztunk. És akkor utána, amikor megint elkezdtünk próbálni, azután megjött ez a nyár, és erre meg kicsit úgy álltunk hozzá, hogy fú, most mi is a különleget készültünk erre, vagy az emberek egyáltalán jönnek-e. De hogy szerintem így baromi jól sült el, mert hogy az összes koncertünk tök jó volt, szerintem kivétel nélkül mondhatom, hogy így baromi jól sikerültek, tök sok ember volt, így a közönségünkön is azt éreztük, hogy hiába volt most ez az egy év szünet, hogy így mintha nem változott volna semmi, sőt, még igazából talán még többen is lettek, meg jobbak is lettek ezek a bulik. A jövőben is sok újdonsággal készül a zenekar, azt mondják, nagyon sok ötletük van már. Az is lehet, hogy stúdiózunk pár dalt, az is lehet, hogy filmet forgatunk, az is lehet, hogy csak koncertezünk, de hogy azt gondolom, hogy így 22-ben biztos, hogy lesz valami olyan, amit így kiadunk magunkból. Tehát, hogy valami hallgatható dologra szerintem számíthatnak az emberek tőlünk. Ez a Covid azért valamennyire egy ilyen
a maga semmibe valamennyire egy ilyen ikletett időszak, szóval biztos, hogy mindenki így bőven a fejébe tudott nézni, és így ültek, nem tudom, akár csak belső tapasztalatok, meg befelé nézésekből olyan kreatív energiák, amikkel valamit kell kezdeni, meg hogy mi is érezzük, hogy már így várjuk mi is magunktól az új lemezt, úgyhogy reméljük, hogy más is kíváncsi rá. Van egy határideje. Hogyha jól emlékszem, akkor az elmúlt próbákon azt beszéltük, hogy a Fishing on Orfűs fellépésünkre jelenjen meg az a dolog, vagy jöjjünk ki azzal a dologgal, amit szeretnénk, és hogy mikor lesz? Június 20, vagy június végén, ugye? Június végén, vagy jól emlékszem, fejben nem tudom pontosan, de hogy akkor már az a koncert ennek valamilyen szintű bemutatója legyen, premierje. Úgyhogy ezt meghatároztuk, és valóban van egy csomó új és régi dalötlet, és szerintem, amit a srácok mondtak, az azért is igaz, mert hogy most már ugye hosszú évek során megtaláltunk egy olyan hangzásvilágot, vagy egy olyan zenei irányvonalat, amit tudunk, hogy ez a Cuba Libre. Nekem ez a koncert lesz az egyik nagy kívás a következő évnek, ugyanis lehetőségünk nyílik egy a korábbinál nagyobb színpadon fellépni, ami elővételezheti azt is, hogy nagyobb közönség előtt, még nagyobb közönség előtt, mint eddig. És ez egy frankó kihívás lesz, igyekszünk odaérni. Én is a dalírás pártján vagyok, mert úgy érzem, hogy most a Covid alatt mindenki többet tud a zenét hallgatni, és feltöltöttünk valamennyire. És akkor ezt próbáljuk belevinni dalírásba, ezeket az új energiákat. És személyes célom az, hogy minél több gitárötletem belekerüljön a Cuba Libre dalaiba. Boldog új évet a Pannon TV nézőinek!